És most minden idők legnagyobb retro slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában, hogy jól érezze magát. Ez az Abaházi Presszó. Abaházi Presszó. Szép jó estét kívánok mindenkinek, 8 óra múlt néhány perccel, továbbra is zárt kapus az Abaházi Presszó, ami azt jelenti, hogy valamikor napközben rögzítjük a beszélgetéseket, és így adjuk le este 8 és 10 között. Mondok néhány filmcímet: Control, Magyar Vándor, Argó, Világszám, Papírkutyák, Gangsterfilm, Roncsfilm az egyik kedvencem, Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pestem, ez a másik kedvencem, néhány tévéfilm: A Privát Kopó, A Kisváros, Az Éretlenek, A Munkaügyek, Tóth János. Ki az, aki egy személyben ezeket a játék és tévéfilmeket összeköti, meg persze sorolhatnék még kismillió színházi szerepet? Igen, kitalálták, maga Tóth János, alias Kapa, vagyis polgári nevén Mucsi Zoltán, Jászai Mari díjas, érdemes művész, a Krétakör Színház tagja, akivel egy aktualitásról is fogunk tudni beszélgetni a ma esti Abaházi Presszóban, és ez egy könyv, Bérces László beszélgetőkönyve, ami róla, Mucsi Zoltánról szól. Rövidesen kezdjük vele a beszélgetést, előtte még töltök egy kiváló italt. Tölts egy pohárkával, legyen meg a szívedet. Na, Gyuszikám, töltsed már, legyen meg a szívedet. Le vagy szedálva, vagy mi van veled? Hát szomjas vagyok. Pohárkával ihatok, nem? Szigorúan egy pohárka. Indítok egy remek zenét, és aztán Mucsi Zoltánnal beszélgetek itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Mucsi Zoltán, szia! Szerbusz, szerbusztok! Zárt kapus az Abaházi Presszó, a beszélgetéseket mindig előre felvesszük. Most éppen délelőtt van, egy délelőtti órában értél rá. Mennyire vagy elfoglalt, milyen a napi beosztásod? Hát most teljesen szabad vagyok szinte. De egész nap? Hát forgatni nem forgatok, színház pedig nincs jó ideje. Nekem ebben az esztendőben 150 előadás. Maradt el. Körülbelül most lehet, hogy 147 vagy 158, nem tudom, de 150 körül. És ilyen streamelt előadások azért voltak? Volt lehetőség? Egy előadásunkat csináltuk így, János Hozott Lélek című darabot, ami még ahogy van megcsinálva, ahogy mi megcsináltuk, és maga a darab, talán a legalkalmasabb egy ilyen előadás, de ez nagyon hideg dolog, tehát a színház varázsa az elveszik, tehát az, hogy együtt vagyunk, az hogy ennek a nagy izgalma, hogy ott ül bent 150 vagy 500 ember, és az az előadással együtt lélegzik, vagy együtt van, az megszűnik, tehát ez egy ilyen konzerv, és van egy csomó olyan előadásunk, ahol mi interaktívak vagyunk a nézőkkel, az meg egyáltalán nem működik, meg nyilván ez egy streamelt előadás, az költséggel jár, és erre nekünk a szűkös anyagi lehetőségeink nem adnak lehetőséget. Érdekes dolog ez, mert láttunk téged tévéjátékokban, filmekben, tehát hogy a kamera sem idegen, de hogy a színház meg az egyéb kamera előtt eljátszott dolgok ennyire szétválasztódnak, tehát hogy teljesen másképp kell a színpadon játszani akkor, amikor tudod, hogy nem a közönség nem a helyszínen nézi, hanem egy kamerán keresztül? Nem, az veszik el, hogy együtt vagy valakivel, ennek az élő, az a pillanat, ami most ott van. Csak mondok egy apró példát, hogyha forgatás van, és bakizok, vagy nem jut eszembe a szöveg, akkor azt mondom, hogy bocsánat, álljunk meg, megnézem, és felvesszük újra, vagy szólnak, hogyha egy picit bakis, hogy vegyük fel újra, vegyük fel még egyszer. Ez színházi estén nincsen, tehát más a kockázata, az egyedi, az annak a pillanatnak szól. Ez a nagy különbség, és nyilván másképp készül egy film. De épp ezért film, nem is fordulhat elő, hogy ott elfelejted, vagy bakizol, hát, nem? Nyilván, tehát másképp is kész. Nyilván előfordul, meg a 41 év alatt ennyi ideje van a pályán, az, aki azt mondja, hogy nem bakizott, abban nem kell szóba állni, mert nagyon hazudós ember. De abból neked ki kell kecmeregni, vagy ki segítenek a kollégáid. És most azt mondom, az is egyedi, tehát hogyha egy olyan baki jön, ami a
néző számára is észrevehető, ezeknek a 95%-a nem vehető észre, vagy mondjuk valaki elneveti magát egy előadásban, az meg különleges lesz, mert szemtanúja lesz egy ilyen és az csak aznap esendő történik. Pillanat, de az a következő nap nem lesz már benne. Tartunk egy rövid szünetet, nálunk a rövid szünet általában azt jelenti, hogy zenélünk, hát a rádiónak tulajdonképpen ez a lényege. A beszélgetéssel szakítjuk meg a zenét, vagy most éppen zenével a beszélgetés, de lényeg az, hogy folytatjuk Mucsi Zoltánnal rövidesen a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Mucsi Zoltán, és a jövetelednek tulajdonképpen az egyik apropója, ha lehet ilyet mondani, amúgy is örömmel látunk, meg szívesen beszélgetünk veled bármikor bármiről, de most van egy aktualitás, van egy apropó, mégpedig egy könyv, ami a te nevedet viseli, rólad szól. Ugyanakkor van ilyen némi kis ilyen ellenmondás. Azt gondolom rólad, meg te is sokszor nyilatkoztad, hogy nem szívesen mesélsz mindent el magadról, a magánéletedről, kicsit zárkózott vagy. Közben meg itt van egy könyv, ahol állítólag, sajnos én még nem olvastam, nagyon megnyíltál. Nagyon szomorú vagyok. Én is szomorú vagyok, hogy még nem olvastam, de tervezem, hogy elolvasom, és ez egy üzenet neked is, meg a kiadónak is. Hogy itt most kapunk egy másik Mucsi Zolit ebből a könyvből? Akkor egy picit előrébről, tehát én mikor ez felmerült, mikor Bérces László barátom felvetette ezt, aki a beszélgető társam a könyvben, akkor először óckodtam én ettől, mert úgy gondolom, hogy ami velem kapcsolatosan fontos vagy érdekes, az megtörténik a színházban, vagy megtörténik a filmen. Aztán azt mondtam, hogy jó, nézzük, megpróbáljuk meg, mert ugye Bérces László barátommal közel 40 éves a barátságunk, azért jó néhányszor beszélgettünk, de, gondolom, az de nem úgy, hogy az rögzítve legyen, és ez valamilyen formában nyilvánosságra kerül. És nyilván most jóval túl azon, hogy beszélgettünk, meg már van egy kiadvány, másképp láttok rá erre. Nyilván valami fajta betekintés erre a 60 évre, elsősorban arra 41 évre, amióta a pályán vagyok, és azáltal a helyzetekre, és nyilván az bennem végig ott volt, hogy mennyi, hogy ez legyen egy őszinte könyv, de van egy határ, amin túl nem szeretnék beengedni az életembe nyilvánosságot, vagy bemutatni az életemből nyilvánosan részletet, és ezzel óvatosan bántunk. De most eddig is óvatosan bántál a nyilatkozataidban, a riportjaidban, a szerepléseidben. Hát mondom, ami fontos, az megtörténik, ami nyilvánosságra tartozik, az a színház és a filmeken, vagy tévéfilmeken keresztül. De azért ebben a könyvben több van. Hát de, mondom, így utólag meg azt mondom, jó volt végig araszolni ezen a néhány évtizeden elhozott rengeteg olyan emléket, ami, hogyha mi így nem ülünk le, és nem teszi fel azt a kérdést a László, akkor az már nagyon hátul van csak a fejemben, és jó volt előbányászni, emlékezni azokról az időszakokról. Hasonló könyveket olvastál olyanokról, akik téged érdekelnek, akikről tudod, hogy ugyanúgy a művészetükön keresztül megmutatják magukat. Talán neked is lehettek ilyen kedvenceid, akikről szívesen olvasol. Hát nyilván a Bérces könyveit, a beszélgetés könyv Törőcsik Marival, Cseh Tamással, vagy Kovács Lajosról írt könyve, tehát az ő könyveit minden. Most a karantén idején Molnár Piroskával, Piroskáról jelent meg könyv, Bíró Krisztával beszélget, és nagyon jó volt olvasni, tehát Piroska életéből tudtam meg olyan momentumokat, amit hiába ismerjük. Egy évtizede megdolgoztunk együtt, beszélgettünk, ezt nem tudtam, jó volt visszamenni
vagy rá visszagondolni, ahogy ő beszél Kaposvárról, ami azt gondolom a Kaposvári Színháznak van egy olyan időszaka, vagy volt, amire minden színházi ember nagyon szívesen gondol, meg az egy fénykora volt annak a színháznak, és jelentős időszaka az egész magyar színháznak, és jobb volt. Most azt gondolom, hogy egy kicsit közelebb kerültem a Piroskához. Én azt gondolom, hogy ezen a könyvön keresztül, ami a veled való beszélgetést tartalmazza, meg hozzád lehet közelebb kerülni. Én örülök annak, hogy vannak olyan művészek, mint te, akik nem folynak ki a különböző kereskedelmi televíziók celeb műsoraiból. Sokat kifolyok én már mindenhonnan. Na de és erre szeretnék rámenni, hogy ettől függetlenül te szerepelsz egyéb kis apró jelenetekben, és erre én szeretnék majd rákérdezni. Ezzel megyünk tovább rövidesen az Abaházi Presszóban, itt a Retro Rádióban. Múcsi Zoltán a vendég. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Múcsi Zoltán. Tettem már egy ilyen kis rövid utalást arra, mert is mondtad, hogy kifolysz nagyon sok helyről. A tény is való, hogy a jelenléted a közösségi médiában az nagyon erős. Sőt, számomra meglepően erős ahhoz képest, ami képet kialakítottunk rólad, vagy te segítségeddel kialakult rólad, hogy olyan sokat nem mutatsz magadból. És ehhez képest én azt látom, például a te Facebook oldaladnak én követője vagyok, hogy ott rendszeresen jelen. Ami azt mutatja, hogy rendkívül kifinomult ízlésed van, és fontos dolgokra odafigyelsz. A lényeg elhangzott, köszönöm, hogy itt voltál. Hogy azt te kezeled, ezt az oldalt? Nem. A gyermekem kezeli, a legnagyobb fiam. Aha. Illetve de ő kezeli, azért ez közös munka, azt a részét, ami nem igazán kellemes, vagy bíbelődéssel jár, azt rábíztam arra, mert... Tehát válaszolni a trolloknak a kommentjeire, ez a nem kellemes? Vagy mi az, ami nem berakni, ezt keresgélni, amikor pont nincs ötlet, vagy mi kerüljön fel, arról beszélgetünk, vagy van, amit közösen csinálunk, ami felkerül. És akkor ő hagy téged, hogy apa, tartalmat kell gyártani? Van ilyen? Vagy te vagy az irányító, aki azt mondott, hogy... Ez inkább közösen, de nincs olyan, hogy itt ma rakjunk fel hármat, vagy most két napja nem volt, hanem van, mikor szembe jön valami, amivel kapcsolatosan szeretnék véleményt mondani, vagy eszünkbe jut róla egy ökörség, vagy általunk jónak vélt, vagy szellemesnek vélt ötlet, és akkor megcsináljuk, aztán vannak felkérések, és az, amit elvállalunk, ebben van baráti, van, ami nem baráti, de szívesen csináljuk, hanem annak a reklám is kerül fel. Nem tudom, így működik, és aztán ugye azért elég sok színházzal kapcsolatos, vagy azokkal az előadásokkal, ha más nem a készülés időszakából, vagy hogy mikor lesz, tehát majd ha újra indul a színház, és remélhetőleg ez a közeljövőben megtörténik. Most úgy gondolom, hogy jó lenne, ha februárban vagy márciusban már játszhatnánk. Én ezt látom, milyen reálisnak, aztán akkor majd nyilván fognak felkerülni, hogy holnap ez lesz, holnap utána az lesz. Egyfajta promóció. Igen. Abszolút nem a zsebedben szeretnék turkálni, csak ha már egyszer itt vagy, akkor engem ez érdekel, nem tudom, hogy a könyvedben erről van-e szó. Egyszer azt mondta nekem egy zenével foglalkoz, egy zenész, hogy én miért nem foglalkozom. Hogy ezek a kérdések név nélkül semmit nem érnek. Mondjam ki a nevét? Nem kell csak. De egy énekes nő volt, ráadásul egy ugyanígy riport szituációban beszélgettünk, és amíg zene szólt, Lola a neve egyébként, azt mondta, hogy én miért nem foglalkozom többet az Insta oldalammal, a Facebook oldalammal, mert hogy azzal pénzt lehet keresni. És hát megnéztem az ő oldalát, hogy mit csinál, tényleg rengeteg követője van, nem annyi, mint neked. És még egyszer mondom, nem a zsebedben szeretnék turkálni, de hoz annyit egy ilyen Facebookkal való törődés a munka, mert hát energiát, időt fektetsz bele, mint mondjuk a színház, vagy bármelyik másik feladatod, munkád? Nem, hát ugye ahhoz a YouTube-ra kellene rámenni, ami már másfajta energiát és időmennyiséget kívánna, tehát arra ott azért minimum napi vagy két napi megjelenés kellene állandóan ott lenni, mert majd
ha még működik ez a platform, akkor nyugdíj után esetleg ráfekszünk. De hát ahhoz már be is kell fektetni, legyenek kamerák, stb. Vannak egyébként? Mert látok olyan reklámokat akár, vagy kifejezetten a közösségi médiának készülő kis filmek, amiket ti készítetek. Nem, nagy része, egy része telefonnal van felvéve, és a másik jelentős része Újvári Csabi barátommal. Ő szokta felvenni, ő a stáb veszi fel, ő vágja meg. Ennek a nagy része igazán a gyermekem, a Csaba, meg én vagyunk a micsoda a cég. De ez még nem hoz, ez így konkrétan semmit nem hoz. Mm. Megint tartunk egy szünetet, zenélünk, és aztán folytatjuk a beszélgetést Mucsi Zoltánnal az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Mucsi Zoltán, kapcsolódva az iménti közösségi médiás beszélgetésünkhöz. Én tisztán emlékszem arra a pillanatra, bár az időpont nincs meg, amikor először találkoztam az egyik jelenettel, az egyik filmedből a Facebookon. És az én gyermekem, aki most 15 éves, azt mondta, hogy ő nagyon sokat tanult ezekből a kis apró jelenetekből, amik értelemszerűen ki vannak ragadva az eredeti környezetükből, és az emberek elkezdtek egy időben, ez tényleg egy ilyen 10 évvel ezelőtt kezdődött el, olyan jeleneteket felrakni, és olyan jeleneteket nézegetni, ahol töménytelenül dől az emberek szájából a trágárság és a káromkodás, és ez valahogy viccesnek találtatott. És rengeteg olyan filmed van, olyan jelent van, ahol ezeket így ki lehet ollózni. Hogy te mikor találkoztál ezzel először, hogy a környezetükből, az eredeti filmes környezetükből kirakadva csak a trágárság dől a szádból az interneten? Hát nyilván azután, amikor ez bejött, és elkezdtek részeket kiragadva a filmből, színházi előadásból, és az a 2 perc, 4 perc jelenik meg, és annak nagyon magas nézettsége van, és nem tudom, volt olyan taxis, vagy találkozva emberrel, akinek fogalma nem volt, hogy a színházi előadás, vagy film, ami számomra értetetlen, mert ezeknek a nagy részén ér azért oda van írva valami információ. Igen, ugye ezeket otthon bárki, egy 10 éves srác is el tudja készíteni, most már bármilyen eszközzel ki tudja ragadni ezekből a filmekből, tehát nem feltétlenül kellene, de nem feltétlenül tüntetik fel mégsem a forrást. Egy részénél azért fent van, és mondom, hát ez ahogy ez megjelent. És hogy fogadtad? Ott volt, tehát nem tudom én, ez olyan kérdés számomra, hogy de hogy fogadtad, hogy Budapest így néz ki? Hát itt van, vagy tetszik, vagy nem, ez meg ott volt. Vagy ebben már ez már nem a te kezedben van ennek az irányítása. Pont ezért érdekes. És nyilván, mint ahogy mindenki nem szeret engem se, van, aki ennyit tud rólam, aki megjár színházba, vagy a mi előadásainkat, ugye most a Nézőművészeti Nonprofit Kft. Tagja és tulajdonosai vagyunk a kollégámmal, ott játszom, vagy előtt a Krétakör, vagy a Bárka Színházban azok, akik követik valamilyen módon az én pályafutásomat, azok látják, hogy ennek van egy másik oldala és másik szegmense is. És de abszolút nem provokálni szeretnélek, tehát nehogy azt gondolj. Hát pedig abban reménykedtem tulajdonképpen, ezért jöttem. Pont ezért érdekes, hogy én tudom rólad, meg te is tudod magadról, hogy mindaz, amit te letettél eddig az asztalra, az igenis magas művészet, és ehhez képest a nagy közönség, akiről te is beszélsz, hogy sokszor azt sem tudják, hogy az egy színház vagy egy filmnek a részlete, azt látja Mucsi Zoltánból, sokkal többen látják ezt, mint mondjuk téged a színházban, hogy valami vicces jelenetben káromkodsz. Vagy pont ezért vicces a jelenet, mert káromkodsz. És erre vagyok kíváncsi, hogy ez neked hogy esik. Ezért kérdezem, hogy fogadtad. Semmi, el vagyok vele. Aki ennyit látott, én azt gondolom, hogy sok kárt
nem okozok vele, bár volt egy olyan élményem a Fradi pályát, mikor bezárták, mielőtt épült az új stadion, az utolsó meccsen kint voltam az egyik gyermekemmel, és akkor oda jött egy a szalonspic alsó tűrés határát már jelentősen átlépő figura, nem tudom, 4 korsó sörrel, hűanyagpárból kóvágott és locsolgatta az embereket, és kiszúrt, és úristen, szólt a barátainak, hogy jöjjönek ide, és mondta, hogy hát imádjuk magát, művész úr, itt megmondja barátom, mi minden szentestén megnézzük a villanyszerelős jelenetet. És akkor ugye elképzeltem azt a szép a mennyből az angyal után, vagy az ajándékbontás után, ahogy üljünk le, és ehhez az estéhez tartozóan. Azt gondoltam, hogy azért ott valami félreértés van ezzel a videó részlettel kapcsolatosan. De ezt is vele, hogy ez nem pont szentestére készült? Nem akartam összetörni a lelkét, hanem a felőle áradó szeretetet azt elraktároztam. Roland ezzel a névvel, Roland. Adjál már egy sört, Roland. Neked ugatok, adjál már egy sört. De aztán nem tudom, nyilván hízelgő, mert azok kevésbé szólítanak meg, akik rühelnek engem, vagy nem szeretik ezeket. Én nagyon sok visszajelzést kaptam értelmiségi körből, orvosnál, vagy ügyvédnél járva, hogy ő neki mikor penetráns a hangulata, akkor valamelyik videót megnézi, és egy kicsit rendezni tudja, vagy jobb kedve derül, és akkor azt gondolom, hogy olyan nagy hibát nem követtem, vagy követtünk el, vagy nem olyan nagy baj, ha ez fenn van, és az se, ha valaki csak ennyit tud rólam. Mucsi Zoltán a vendég, továbbra is itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban, nem sokára folytatjuk a beszélgetést. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Mucsi Zoltán, és elmesélted, hogy ezeket a vicces, trágár jeleneteket akár értelmiségiek is használják, nézik, hogyha letargikus hangulatban vannak, akkor ezzel dobják fel magukat, vagy hozzák helyre a hangulatukat. Ami egyfelől rendben van, ott van, bárki használhatja, ugyanakkor bárki számára elérhető, aki mondjuk még a filmet, vagy azt a színházi előadást nem nézhetné meg a korosztálya miatt, mert hogy még nincs 18 éves, nincs 16 éves. Hát ezzel én nem tudok mit kezdeni, mert akkor azt mondom, hogy alkoholhoz hogy juthat hozzá, ugye 18 év alatt ez nem lehet hozzájutni. Azért hallottam már olyat, hogy Európában két esetben előfordult, hogy 18 éves aluli gyerek alkoholhoz jutott, vagy dohányáruhához. Nyilván ahhoz abból is nem biztos, hogy jó lenne, hogyha belőlem lenne még 10 millió, és ott lennék minden gép mellett, a használó mellett. Ez azért függ a környezettől, tehát nyilván egészen biztos vagyok benne, hogy az én gyermekeim rendszeresen nem, vagy egyedül lehet, hogy soha nem látogattak olyan oldalt, nem azért, mert féltek, hogy ennek olyan következménye lesz, vagy olyan retorzió, hanem felmérték, hogy amikor még pacemakerem jelzett. Az én telefonom volt, bocsánat. Csak egyetlen egy esetben csörög, ha a feleségem, akkor hangosan csörög, mert a feleségem tudja, hogy én veled beszélgetek. És mégis felhívott. Igen, bocsánat. Mert felméri azt, vagy amíg még akkorák, akkor meg valamilyen felügyelettel bír az, amikor ők használják ezt.
Nem fütyülj. Nem fütyülök. Fütyülsz és hazudsz. Miért? Ki vakartalak, vagy nem vakartalak ki? Volt ilyen. Te meg itt fütyöksz, te barom! Itt a nemzeti nagyjaink között, ahol az ősök szelleme jár, itt nem fogod felverni a csendet! Én nem viszem el helyetted a balhét! Érted? Hát itt az én hátamon csatta minden! Érted? Befetéma van innen. Jó van. Mondom, befetéma van. Az most mi, hogy lesz? Az, hogy kusz van. Ja. Jó. Egyébként ugyanezt gondolom, csak vártam, hogy inkább te mondd ki, hogy, hogy az, hogy például az én gyermekeim elérik, az nem a te felelősséged, hanem az enyém. A másik meg azt mondom, hogy nem tudom, hol én mozgok, azért nem csak ezt a, ez a beszéd, ez nem az én találmányom, hanem a megfigyelés, vagy a megfordulok a melósok egy része, de csak be kell ülni autóba, és nem kell elindulni a zöld lámpánál rögtön, akkor ebből kapsz ízelítőt a népesszerű gyermekétől is, és van, amelyik még cifrább is. És azt is hallhatja a 18 év alatti gyermekfiatal. Vagy akkor kell leszem ellenző rá egy füldugó, és akkor nem tudja, de az utcán is, tehát ahogy megszólítanak, azért, mert te elé léptél, mert figyelmetlen voltál a közértben, és kapsz egy olyan megszólítást, hogy ketté nyílik a fejed, vagy azon gondolkodom, hogy na ez majd valamelyikbe be fog kerülni valamilyen módon. Akkor szinte folyamatosan anyagot gyűjtesz. Tehát nem gyűjtök, csak azt mondom, hogy ezért ez ha a világon, vagy Magyarországon sehol máshol nem lett volna hallható, tehát mindenki úgy beszélne, hogy a kutya fáját a cica rúgja meg, a kakas csípje meg, akkor ez a kérdés jogos lenne. Meg hát ez, azért ez nem valóság, tehát ez nem dokumentum, és azért én azt gondolom, vagy feltételezem, hogy a kattintás számból a követők, vagy akik ezt nézik, az elsősorban nem a 3 és 8 éves korosztály között van, és a többi megfelmérés az meg pontosan tudja, hogy ez egy sűrítmény, ez valaminek a felnagyítása, tehát ez nem egy ismeret terjesztő filmrészlet, vagy nem egy dokumentum filmrészlet. És nem is példázat, hogy így kell beszélni. És nem is egy titokban elkapott pillanat, hogy te így beszélsz a barátaiddal. Ami nagyon fontos, és tényleg ezt gondolom, hogy nem te adod az eszközöket a kezébe a gyerekeknek, akik eszközeiken keresztül tudják ezeket a tartalmakat elérni. Volt-e valaha hátrányod abból, hogy te lettél a kárunkodós mucsi? Akik nem hívnak munkára, nem szoktak felhívni, hogy adtunk volna neked munkát, hogyha nem ilyen nagyon ruráncos lennél, meg szebben beszélnél, ez nem szokott előfordulni. Nem tudom. Nem érzed ennek a hátrányát, ez a lényeg? Hát egyelőre nem. Jó. Megint tartunk egy kis szünetet, zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetést Musi Zoltánnal a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Musi Zoltán. Amikor nézem én is ezeket a jelenteket, tudom, hogy ígértem, hogy már csak egy kicsit beszélünk róla, de most megint eszembe jutott valami, amely jelenetekben te nagyon cifrán tudod osztani az észt, akkor mindig az jut eszembe, és azt is tudom, mert olvastam, hogy sokszor improvizáltotok különböző filmekben, hogy ezt leírta valaki valahova, hogy na, ezekkel a szavakkal illesd a társadat ebben a jelenetben. Vagy ez tényleg minden egyes alkalommal, amikor ezt kapjuk, akkor az improvizáció. Nyilván azért a munkáim 90% az nem improvizáció. Lehet, hogy az volt az alapja, most ha már erről beszélünk, a villanyszerelős, az lehet, hogy egészen pontosan, mint egy vers, vagy egy
előadás monológia nem szóról szóra hangzott el, hanem a jelző az nem ugyanaz volt minden előadáson, de egy idő után, vagy mire ez közönség elé került, akkor már ez 98%-ában az úgy hangzott el estéről estére, aztán filmekben is van, ahol több szabad kezet kaptunk, volt, ahol kevésbé. Ez az azért film a függ attól, hogy mi az, amit csinálunk, annak a filmnek a témájától, a formájától, az a figura, kicsoda, az micsoda, mennyi a mozgástere, tehát ez mert nincs sablon, van olyan, de ez a villanyszerelős, ugye ez a Krétakör Fekete Ország című előadásának az egyik jelenete. Ez elvonultunk valamennyi időre, amikor ez a darab születendőmben volt, és ott különböző improvizációkra került sor, és azokból az improvizációkból összeállt az a emlékeim szerint 13+1, ami az előadás lement, és az egyik része ez volt. Tehát az, amikor megszületett, az teljesen improvizáció volt, aztán nyilván ez fel lett véve, ez a szöveg le lett írva, és mondom, tehát itt azért nem úgy volt kezelve a szöveg, mint egy versnél, hogy ott igyekszik az ember a költő által leírtakat elmondani, vagy nem elegáns, hogyha te saját jelződdel helyettesítesz dolgokat. Itt ennek azért volt szabadság, de mondom, ezek is 98%-ban azt hangzott el. Az előbb megkérdeztem, hogy volt-e hátrányod, akkor most fordítsuk meg, mert én azt látom, vagy azt gondolom, aztán majd kijavítasz, vagy megcáfolod, vagy megerősíted, hogy előnyöd viszont származott abból, hogy ezek felkapottak lettek a te káromkodós jeleneteid, hiszen rengeteg olyan reklámot látok, ahol minden bizonnyal neked azért fizetnek, hogy te most reklámozz bizonyos dolgokat, de hozd azt a kapát, akit a fiatalok, meg hát általában az emberek az interneten olyan szívesen néznek. És most is, mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, elmesélted, hogy téged kérnek fel kifejezetten erre a szerepre, hogy mondd bele az emberek arcába a tutit. Hát, én azt gondolom, hogy így nem, meg az ilyet nem vállalom el, hanem felkérnek valamire. Egyrészt van olyan, amire az ember azt mondja, hogy köszönöm szépen ezzel a termékkel, nem szeretnék foglalkozni, aztán van egy felkérés, ami érdekelne engem is, ennek van bizonyos anyagi feltétele, és hogyha a felkérő és az én ajánlatom között rettenetesen nagy a távolság, akkor azok nem szoktak megszületni. És aztán... túl sokat akarnak fizetni, erre gondolsz, nem? Igen, és akkor azt érzem, hogy én ezt nem szeretném átvenni, és érzem, hogy erőszakosak, és még növelik ezt az összeget, akkor ki szoktam farolni ebből a helyzetből. És aztán van olyan, amikor akik felkérnek, azokkal közösen hozzuk létre, aztán van olyan, amikor azt mondjuk, hogy hát akkor mi ezen agyolunk, mert ilyennel nem szoktunk foglalkozni, és ha jut eszünkbe valami ötlet, 2, 3, 4, akkor abból elküldjük, amit olyannak, és ha azt jóvá hagyja, akkor ebből lesz. Aztán van olyan, ami baráti alapon megy, mert olyan barát kér fel, vagy olyan ugye szolgál, amit azt gondolom, amihez szívesen adom a nevem, és még olyat találunk ki, ami esetleg derült mosolyt fakaszt az emberekben, és növeli a nézettséget, és ha ez jótékony, akkor ezáltal sok emberhez jut el, és azok ebben az ügyben tesznek is a maguk részéről telhető összeget, vagy valamilyen módon részt vennek, akkor az egy jó ügy volt. Egyetlen egyszer fordult velem elő, hogy nagy nyilvánosság előtt csúnyán beszéltem, úgyhogy nem tudtam róla. Engem ezért egy rádióból kirúgtak. Kicsit irigyeltelek akkor, hogy neked meg ezért fizetnek. De hát akkor ezek szerint itt is nem feltétlenül vállalsz. Én nem vállalok, hogy akkor itt kellene egy káromkodás ária,
akkor, illetve van az az összeg, amiért vállalnám, de azt még nem kínálták meg. Megint egy rövid szünetet tartunk, de aztán még egy körre visszajövünk Mucsi Zoltánnal a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Mucsi Zoltán, és az utolsó körünk mindig a zenéjé. Van az Abaházi Presszónak egy az első számú törzs vendége, Gábor, aki mikor indult a műsor, azzal a feladattal bízott meg, hogy bárki ül be a presszomba, támasztja velem itt a pultot, kérdezzem meg tőle, hogy szabad idejében milyen zenét hallgat. Úgyhogy ez most neked is egy kérdés. Hallgatsz-e egyáltalán zenét? Milyen körülmények között? Mennyit? Miért? Hát változó és vegyes, hogyha elvonulok és csak zenét hallgatok, akkor nagyon-nagyon szívesen most mondom az egyik kedvencemet, Garbereket. Ezt nagyon szeretek hallgatni, aztán hallgatok Pink Floyd, David Bowie, Lokomotív, össze-vissza, vagy valaki ajánl valami jó zenét. Komoly zenét is szoktam, azt mértékkel, az nagyon elvonulós. És amikor elvonulsz, akkor milyen eszközön hallgatod a zenét? Sokan azt mondják, hogy már nincs CD játszójuk sem, nem beszélve a kazettás lejátszókról, meg lemezekről, hogy te is ugyanúgy okos telefonon vagy bármi egyéb eszközön keresztül hallgatod? Nyilván van olyan zene, amit lehet hallgatni, hogy beteszem a gépre, de sok CD van. És lejátszód is van hozzá. Tehát akkor leginkább otthon, tehát mondjuk autóban ülve. Te, ha jól tudom, nem is vezetsz? Hát ha nagyon szükséges, meg kell egy kicsit bosszantani az országot, akkor... De jogosítványod van? Hát persze, én egy törvénytisztelő ember vagyok, barátom. És miért nem vezetsz? Egyrészt szerintem annyira nem is vezetek jól, és Budapesten ez egy olyan sport napközben beülni az autóba, amit én nem kedvelek. Szerintem nagyon sok... Így vagyok a ketresz harccal is, amit jól űzök, de nem áll a lelkemhez közel. Nagyon sok stressztől menekülsz meg azáltal, hogy nem vezetsz. És utaltál is az előbb erre, hogy az emberből ott kijön az állat. Már hallottam ilyet. Igen. Nyugodt ember vagy? Tehát, hogy a magánéletben nem használod azokat a szavakat, azokat a kifejezéseket? Hát azt gondolom, hogy nem jellemzőrem, de nyilván. Egy rosszabb állapot van, vagy dühömben, nem a cica rúgja meg a legdurvább, amit használtam, de én azt gondolom, hogy egy nyugodt ember vagyok, akivel együtt lehet létezni, lehet együtt dolgozni, nem beszélek így, mert... Meccsen sem, mert most feltűnt, hogy beszéltél egy kicsit a Fradiról, van közös pont, viszont ahogy bejöttél, egy Real Madridos maszk volt rajtad, ott viszont nincs egyezés, mert én meg barszás vagyok. Az csúnya dolog. Én is ugyanezt gondolom a Realról, de hogy a meccsen, amikor kimész egy meccsre, jársz egyáltalán meccsre? Nem, hát azért ez módjával az időm, ahogy engedi, tehát ezt már elmondtam sokszor, hogy pont tárgyalás van az UEFA és az Európai Színház Szövetség között, hogy a meccskezdés és a színházi időpontok melyik milyen irányba mozduljon el, mert ez így nehézessé teszi a meccsre járást. Állítólag ezért állították le a színházat, hogy te tudj meccsegedni. Mi azt tervezzük, hogy jó lenne a reggel 7-kor lennének a mérkőzések ellen. Akkor még alszanak a művész emberek, nem? Reggel 7-kor. De én nem tudom, hogy a művészek jönnének-e, én mennék. Na jó. De szóval én járok meg, én nézem a meccseket, egyébként azért van, mert én Fradi Drucker vagyok, gyerekkorom óta, de különböző országokban vannak csapataim, amihez vagy érzelmi, vagy baráti, vagy egyszerűen, mert szerettem, tehát tudom, Olaszországban egy Róma Drucker vagyok, mert volt egy Paulo Calabresi munkatárs, amikor Németországban dolgozunk. Arsenal szurkoló vagyok, nem jó idők járnak ránk Angliában a Wenger miatt. Németországban a Dortmund volt a csapatom, de igazán mindig az lesz, amihez magyar kötődés van.
Spanyolországban egy időben a Getafe volt a csapatom a Schuster miatt, és aztán az egyik gyermekem az egy Real Madrid szurkolót csinált belőle. Megfertőzött, én ugyan így vagyok a Barcelonával. De az Arzenálban egyetértünk, én Nick Hornby miatt vagyok arzenálos, ha angol csapat. Mert hogy Nick Hornby ugye a Popcsajok stb. Nek az írója többek között, neki ő is nagy Arzenál drukker is volt, és egy könyve az Arzenáról. Szerintem jót dumáltunk, jót beszélgettünk, remélem, hogy te is így érzed. Hát figyelj, majd az, ha megnézed, és a hallgatottság egy 70-80%-kal csökkent, akkor ez nem mondható el igaznak, amit az előbb kijelentettél. De ha nőtt, akkor majd utalak. Akkor jó van mindenki. Köszönöm szépen. Figyelj, vagy legyen az, hogy idadod most, és majd én visszautalom, hogyha nem nőtt. Mennyi lesz? Hát mit tudom, de várjál, itt én vagyok a pultos az Abaházi Presszóban, neked kellene azt mondani, hogy főúr fizetek. Jó, akkor én hagyok itt, akkor megbeszéljük. Mucsi Zoltánnal beszélgettünk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, a hallgatóknak köszönöm a figyelmet. 10 órakor Várkonyi Attila érkezik a programajánlóval, 11-től éjjeli mesék Vas Majával, velem pedig holnap találkozhatnak újra itt az Abaházi Presszóban. Minden jót, jó éjszakát, további kellemes rádiózást. Különleges vendégek, baráti beszélgetések, ahol ön is asztaltárs. Abaházi Presszó hétfőtől csütörtökig, este 8-tól 10-ig a Retro Rádióban, háttérben a legnagyobb retro slágerekkel. Retro Rádió.